Előbb beszéltünk egy mondat erejéig a liberálisok képviselőjével, Bodnár Zoltánnal arról, hogy az LMP tett feljelentést a Magyar Nemzeti Bank ügyében, amit itt a Magyar Nemzettel kapcsolatos vita kiváltott. Szél Bernadett az LMP társelnöke a vendégünk, de konkrétan milyen ügyben tettek feljelentést? Mert minthogyha Bodnár úr azt mondta volna, hogy más ügyben, mint amiben kellett volna tán. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A helyzet az, hogy dupláztunk, mert megkockáztatjuk azt is, hogy ugye nyilván egy személyes adattal való visszaélésről van szó, de emellett ugye a banktitok megsértése is megáll véleményünk szerint, abban az esetben is egyébként, hogyha nem közvetlen forrásból van számukra ez az információ. Ilyet nem lehet csinálni, hogy egy közleményben gyakorlatilag azzal revolverezünk egy újságírót, hogy az ő pénzügyi helyzete milyen, és ezzel kapcsolatban azt feltételezi ugye a Magyar Nemzeti Bank, hogy azért fordultan véleményünk szerint a Fidesz korrupciós központja ellen ez az újságíró, mert neki olyan a hitelhelyzete. Ilyen nem lehet csinálni. A Magyar Nemzeti Bank a Fidesz korrupciós központja? Ezt mi így gondoljuk, igen. Tehát ez nem a... És erre milyen bizonyítékaik vannak? Gyakorlatilag örülnék neki, hogyha ez ügyben is lehetne feljelentést tenni, de gyakorlatilag amit látunk, azt tudom ezzel kapcsolatban felhozni bizonyítékként. Hát mindent gyakorlatilag vásárolnak, műtárgyaktól elkezdve ingatlanig, offshore cégekkel üzletelnek. De hát azt mondják, hogy azt nem maguknak, hanem nekünk, mindannyiunknak, Magyarországnak veszik, meg üzletelik. Szóval azért nagyon jó lenne, ha a Magyar Nemzeti Bank azzal foglalkozna, ami a dolga. Tehát ők nem egy áruház, hanem ők egy Magyar Nemzeti Bank. Innentől kezdve nekik teljesen függetlenül kellene működni bármifajta politikai erőtől, és nem műtárgyakat és ingatlanokat kellene bevásárolni, hanem sokkal inkább a dolgukat kellene végezni, amire megvan a felhatalmazásuk. És hát kellene egy olyan felügyelőbizottság is, tehát kellett volna az, hogy folyamatosan legyen egy olyan felügyelőbizottság, ami tudja kontrollálni a munkájukat, és most is egy olyan felügyelőbizottság kellene, hogy legyen, ami képes ezt a munkát elvégezni, ezzel kapcsolatban nagyon súlyos aggályaink vannak. Az miért van? Ezt én kérdeztem a Transparency International jogi igazgatójától is, hiszen ők a korrupciós jelentést tettek közzé, hogy beszélünk ezekről az ügyekről, meg azt mondja, hogy gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank működése is egyfajta, hát jogilag megkérdőjelezhető tevékenységbe torkollik. De nincsenek papírok, nincsenek bizonyítékok, nincsenek konkrét feljelentések, hanem úgy gondoljuk, meg a szemünk előtt zajlik, tehát azt látjuk, de nem tudjuk. Miért van ez? Nézd, erre szokták azt mondani, hogy ügyesen csinálják, inkább felháborító, amit művelnek. És azért azt gondolom, hogy az már egy elég erős bizonyíték, hogy ez a bank végignézte, ahogy a Questor, a Hungária, a Budakes, egy csomó broker botrány úgy végigment, hogy gyakorlatilag érdemben nem avatkoztak közbe, sőt. Tehát világosan látszik az, hogy ezekben az ügyekben is, hogy próbálnak falazni valakinek, nyilván bele kellene látni a lapok mögé, ami meglehetősen nehéz abban a pozícióban, ahol most vagyunk mi például, hogy konkrétan milyen ügyletek zajlottak, meg mik történtek. Egyszer bele látunk? Én nagyon szeretném, tehát az biztos, hogy ha itt LMP vezetés lenne ebben az országban, akkor itt nem lehetne megúszni ilyen botrányokat. A Fidesz is megígérte az elszámoltatást, nem csinálta meg, most gyakorlatilag folyamatosan azt látjuk, ahogy ezt a pénzeket sívolják el ebből az országból. Most igazából két párt mondja az elszámoltatás szót újra, önök meg a Jobbik. Ez lehet egy közös többszörös? Ugye mostanában mindenki a közös többszöröst keresi. Én ezt kicsit máshogy látom ezt a kérdést, tehát valóban van egy törésvonal a régi rendszerpártok meg a új generációs pártok között, mi még ugye nem voltunk kormányon, mert ezt azért azzal elég erős hangsúlyjal használom, hogy köztünk van egy-két antagonisztikus ellentét, hogy úgy fogalmazzak, teljesen mást, hogy gondolkodunk a társadalomról, a gazdaságról is sok szempontból, és hát hogyha egy ilyen tengelyt kellene felrajzolni, akkor én inkább a két pártot egymás ellenpontjaként tudnám felvázolni. Az egyik pártot nem szoktuk demokratikus formációnak tekinteni, ugye a Jobbikot, az LMP pedig pont a jogállamiság, a demokrácia, a fenntarthatóság, egy olyan progresszív pártnak egy olyan progresszív párt, ami képes lenne ezt az országot egy új pályára állítani. Jó, hát ez az önmeghatározás. Nyilván, hogyha Durogorát kérdeztem volna fél órával ezelőtt ugyanerről, akkor ő is elmondta volna, hogy ők azok, akik a progressziót képviselik. Igen, meg is azt is mondta volna, hogy radikális, de hát azért attól még, hogy valami radikális, attól még nem biztos, de ez a különbség, ez kizárja azt, hogy legyen olyan együttműködés, ami
akár egy választáson, akár egy kormányzati kérdésnél felmerülhet? Nagyon sokszor elmondtuk, hogy a jelenlegi parlamentben nem ül olyan párt, akivel mi együtt tudnánk működni a választásokon, meg egyébként is maximum ügyek mentén, tehát hogy szavazási magatartásokban, ha egyetértünk, akkor szoktunk tudni hasonló gombot nyomni, vagy ugyanazt a gombot megnyomni, de mint mondtam, ez eddig már próbáltak minket hírbehozni az MSZP-vel, a Fidesz-szel, most éppen a Jobbikkal, önálló jogon szeretnénk bekerülni a parlamentbe és kormányozni is. Tehát legalábbis a mostani parlamenti formációkat tekintve. Értem. Azonnali vizsgálatot követelnek a közmunka programok ügyében. Az feltételezve, hogy gyakorlattá vált, hogy embereket kirúgnak, közmunkássá tesznek és visszafoglalkoztatnak ugyanott, ahonnan kirúgták őket. Nem feltételezzük, ez most már itt a bizonyíték a kezemben, itt az asztalon hever előttem, méghozzá a belügyminisztérium volt olyan kedves, és kiszámolta, hogy hány ilyen emberről van szó. Gyakorlatilag több mint 2000 ember van olyan módon foglalkoztatva, és teljesen törvényellenesen, másrészt pedig az, hogy ugyanazt a munkát végzi, csak kevesebb pénzért és jogfosztva, hiszen egy közmunkásnak nem ugyanolyanok a jogai, mint egy munkavállalónak. Álljunk meg egy pillanatra, a belügyminisztériumtól kapott egy kimutatást, amiben a belügyminisztérium kimutatja, hogy a közmunkaprogram bizonyos emberek esetében törvénytelenül működik. Igen, itt van a kezemben a levél, dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr írta meg, itt van benne, visszafoglalkoztatás arányáról értekeznek, és kiszámolták gyakorlatilag foglalkoztatási ágak szerint lebontva, megyék szerint lebontva, hogy hány ember érintett. Egy kicsit keveselem a számot, mert hogy mi kikértük évekre visszamenően, és ők csak 2014 és 15 első fél évéről adták ki, meg azokról az emberekről, akik teljesen törvénytelenül 3 hónapon belül lettek visszafoglalkoztatva. Hányan vannak itt? Mondod? 2313. És melyik szakmát képviselik ők leginkább? Hát ez érdekes dolog, mert az érdekképviselet címszó alatt vannak elég sokan. Most ezt próbáljuk megtudni, hogy mit jelent az, hogy közmunkásként érdekképviseletben dolgozni, mert ez olyan ezoterikusan hangzik így számunkra, de lehet, hogy valami banális dologról van szó, csak nem tudtuk ebből meg. Ami világossá vált az, hogy a Klik a második legnagyobb visszafoglalkoztató. Most egy második körös adatkérésünk is egyébként folyamatban van, az is egy kicsit beszédes, hogy csak a Klik nem válaszolt eddig a kérdéseinkre, azzal is hamarosan nyilvánosság elé fogok állni. Ez biztos, hogy törvénytelen? Persze, tehát 3 hónapon belül már nem lehet ugyanarra munkakörre visszamenni. Mert... Mennyivel kevesebbért dolgoznak ugyanott ezek az emberek? Ez egy fogaskérdés, van, aki fele annyiért, de van, aki még annál is kevesebbért. Ez úgy zajlik ez a történet, hogy háromféle módon lehet visszafoglalkoztatni. Az egyik az, hogy 3 hónapon belül, ez a mostani szabályok szerint is törvényellenes, 3 hónapon túl, és van az, hogy valakit kirúgnak, és valaki mást vesztek fel a helyére. És ezt az utóbbi két kategóriát ezt nem gyűjtötték ki nekünk. Egyébként mi a kormányhivatalokhoz fordultunk, és ők küldték azt a levelet, hogy a belügyminisztérium számol, aminek én csak örülni tudtam, mert hogy ők felelősek a közmunkának a végrehajtásáért és ellenőrzésért. De azért is ők felelősek részben, hogy törvénytelenségek ne történjenek az országban. És itt kezdődik a botrány számomra, hogy ezt követően, hogy itt tokkal vonóval megkaptuk az illetékes minisztériumtól, hogy mi a helyzet, gyakorlatilag mindenki megpróbálja eltussolni az ügyet. Ugye Comba úr valami olyasmit nyilatkozott már, hogy ez ellentétes folyamat van, hogy a közmunkásból lesz a közfoglalkoztatott meg a köztisztviselő, tehát mely itt tartunk, és ahelyett, hogy egy alapos vizsgálatot folytatnának rá, hogy mégis ez hogy ment így tönkre ez a program, és hogy itten hogy kerülhetett erre sor, gyakorlatilag azt mondják, hogy még fölhívják az érintett kormányhivatalok figyelmét arra, hogy így nem szabad viselkedni. Hát mi nekünk ez egy kicsit kevés, úgyhogy mi kicsit radikálisabb lépéseket szorgalmazunk. Egyrészt nagyon várom, hogy az országgyűlésben a Költségvetési Bizottság az ellenőrző bizottságát létrehozza. Közmunkára ugye az elmúlt 5 évben, meg a következő 1 évben több mint 1000 milliárd forint elmegy. Azt gondolom, hogy ez költségvetési tétel. Tehát ezt ki kell vizsgálni, mire költjük ezt a pénzt. Mert ha arra, hogy jogfosztottá tegyünk magyar embereket, akik már amúgy sem sokért dolgoznak, de még ezt is elvesztük tőlük, és akkor lehet 50 000 forintért közmunkában dolgozni, ez egy nagy probléma. Nem ez volt a közmunkaprogram célja. Másik pedig az, hogy innentől kezdve dolgozó nem érezheti magát biztonságban, mert gyakorlatilag bárki, aki ilyen szektorban vagy érintett szektorban dolgozik, arra ébredhet, hogy azt mondják, hogy menned kell, és jön helyetted a közmunkás, vagy te magad 3 hónapon belül, vagy akár 3 hónap múlva visszajöhetsz közmunkásként. Ez nagyon durva jogfosztás a magyar munkavállalóknak. Az a legérdekesebb számomra, hogy ezt a belügyminisztériumtól tudjuk, de hát legalább ők felhívják akkor ezek szerint a figyelmet arra, hogy ez egy jogsértő magatartás, vagy ez hogy alakult ki, az pedig egy következő kérdés. Meg hát a többi adat, amit majd megkapnak, hogyha megvan, akkor várom ide vissza. Köszönöm szépen. Jön a híradós Vajda Gergővel, és aztán beszélünk majd arról, hogy mi minden történik a déli határon. Ugye van egy fenyegetés, van egy válasz, vagy lesz egy válasz, talán úgy tűnik a hadsereg odavezénylése, majd arról is beszélünk, hogy ez mit hozhat.